Sziasztok! Tudtátok, hogy a legutóbbi Snapchatban van egy olyan easter egg, amivel nagyon egyszerűen és gyorsan lehet Csabus a fejhez jutni. Mutatom is a kódot. GIF parancs. És adok magamnak Minecraft 2. Command aláhúzás block aláhúzás sensei. Commandok sensei. Igen, és ez el van rejtve, azért easter egg, mert ha így írom a chatre, úgyhogy kiegészítse nekem, úgy nem fogja. Tehát elkezdem, hogy command, csak nem 3M-mel, block. Ha nyomom a tabot, akkor ott látjátok a chat alsó sorát, command block minecart, meg command block van, de command block sensei az nincs, pedig hogyha beírjátok, akkor valójában van. És ha lefuttatjuk, akkor kapunk egy Csabus a fejet. Tippeljetek, kinek a fejét adja, hogyha azt írom be, hogy hülye. Sziasztok! Itt az ideje, hogy daráljunk. A mai részben MC Attila Csabusának című pályáját fogjuk bedarálni. És nem akarok róla semmit mondani, hogy ne előítélettel induljatok. Az első pár másodperc majd úgyis sok előítéletet fog bennetek szülni. Akkor lássuk. Ilyen a kezdőhely, a nagy pusztaság közepén kerítéssel körbekerítve, mindenhol látna restont és egy blokkos építmények. Hát igen. Van itt egy láda, ami krumplival van kibélelve, hogy ne sérüljön a felszerelés. Nincsen semmi átnevezve. Miután kivettem a tárgyakat, föl akartam menni a páncélokat, és akkor vettem észre, hogy hoppá, de hát én kreatívba vagyok. Úgy döntöttem, hogy adok még egy esélyt a pályának, ha szabályoknál le van írva, hogy milyen játékmódba kell játszani, akkor átváltok és úgy játszok, de ilyenkor büntetésből ugye maradok kreatívban. Figyeljetek oda! Nem lesz kiírva. Üdvözöllek az első kalandpályámon. Hát meg nem mondtam volna, hogy ez az első, remélem tetszeni fog. Mappot készítette meg egy liter water, MC Attila, nézzétek meg, gyönyörű, két táblával arrébb van, de már angolul kell írni, ráadásul ragozni sem tud. Tényleg, kéne a liter waternek is valami intro zene. Mondjuk erről fog szólni a nyereményjáték? Na mindegy, haladjunk. Szabályok, jók, a szokásosak, gyűjts a krumplit. Nem tudom, milyen pályákon játszott, de nekem valahogy nem szokásos, hogy krumplit gyűjtek. Gyűjtsünk krumplit? Várjunk csak. Á, nem. Azt mondja, hardcore parkőr, ővel érthet parkőr. Ez valami nagyon brutális parkőr lehet. Baltával őrzi a parkot. Szerencsére a tábla csak átverés, odabent pár üres diszpenzer, meg egy krumplisláda van. Nagy kő esett le a szívemről, amikor játszottam. És ennyi, második szint. Labirintus, rabilintus, nem tudom, hogy poém vagy, nem volt benne biztos, helyesírás.mta.hu. Keresd meg mind az XYZ számú kart, az nagyon szép szám. Sajnos ez viszont nem ijesztés, tényleg kart kell keresni. És tényleg XYZ számú. Úgy látszik, a készítő fotofóbiás, mert egy darab fényforrás nem lakott a labirintusba, de szerencsére kreatíva vagyok, szóval raktam le fáklyákat, hogy legalább lássam, hogyha eltévedek. A halál izgalmas keresgélés után 6 kart találtam meg, úgy látszik ennyit is kellett, mert 6 ajtó van, de igazából elég lett volna csak egyet ugye kreatívban. Sőt, igazából nem is kellett volna keresnem. Harmadik szint, TNT íjászat. A feladatok közül ezt tetszett a legjobban, bár ez sem kihívás, de legalább látványos. Kapunk íjat és nyilat, és lehet TNT-re lövöldözni. Nem nagy kihívás, esetleg ha messzebb rakta volna, de gyönyörködjetek a robbanásokban. Lövöldözés után diszpenzer, benne 4 kar, meg nyomólap. Nem néztem bele a rendszerbe, de gondolom így oldotta meg azt, hogy minden TNT-t le kelljen lőni. Mindegyik után kapunk egy kart. A nyomólap az nem tudom, hogy jön ide, mert 4 ajtó van. Javaslat, használjatok éskaput, és akkor csak egy tárgyat kell odaadni, és olyan okosabb lesz a pálya is. Az ajtókon túl kocsikázás, szinte ordított érte, hogy ilyen is legyen. Élvezzétek az utazást!
Köszönöm, hogy kivitted a mappom, meg egy liter water. Vagy milyen zenét lehet ehhez? Tudom, hogy rövid lett, nem akartam sok átlagos küldetést berakni, hát ezért rakták kevés átlagos küldetést. De ne így álljatok hozzá, lehet nem átlagos küldetéseket is csinálni. Kint vasút. Ez a két szó azt akarja jelenteni, hogy az ajtón túl vár rám egy vasút, amivel megtekinthettem a pályát felülnézetből, amolyan bónusz. Egyébként tetszik az ötlet. Egy láda tele kocsikkal, de nekem nincs rá szükségem, mert kreatívba vagyok. A pályánéző körút ötlete tetszik, de ezen a pályán nem sok értelme van. Nagyon egyszerű az építés, nem látványos. Értékeljünk. Első pálya volt és olyan is volt. Tehát az átlagos feladatok, nincsen történet, csak mész, egymás után próbák, ráadásul az átlagos próbák. Ez teljesen első pálya. Ez volt MC Attila Csabusának című pályája, a kézikönyv óvjon. Ki milyen főcímet képzel el a Liter Waternek? Olyan sokat használom, hogy szerintem simán lehetne csinálni neki valami egyedi kis, nem is tudom, hangot, akár zenét, vagy rajzot. Tényleg még rajz sincs, csak a Minecraftos vizes vödröt használom. Tehát bármi ötlet jöhet. Lehet az dalszöveg, versike, akár szám, bármi. De még akár rajz is, tényleg még gyakorlatilag saját grafikája sincsen. Kíváncsian várom, hogy mit hoztok össze. Azt nem tudom, hogy nyereményjáték legyen-e belőle.